szomszéd se rossz. Tehát itt ez a hátsó bejárat a terasszal egészen a fákig mind hozzátartozik a területhez. Ez itt nem a főbejárat, ez a hátsó. Lefilmeztem a főbejáratot is, pont ezért. Azt mondja a bácsi, hogy ez a kerthez, a kert a házhoz tartozik, de van még egy pár hektár, ami a terület másik része. Gondolom olajfákkal. Hangulatos kis kút. Ezek a mindenhol megtalálható mandulafenyők, vagyis finea. Ott a korlát, vagy a bejáratról az előbb voltam a kapunál. Van egy kis tó, kis szökők, jaj, aranyhalak is vannak, tessék, már megérte. És mennyi? Atya Isten! Na nézzük, tehát ott van egy ilyen fedett terasz, és akkor itt van fenn egy másik beüvegezett terasz is. Környező dombokon szőlőültetvényeket lehet látni, olajfákat szépen sorban egymás mellett, szomszéd házhoz pont át lehet látni, gyönyörűen megnyírt sövény, és látjátok itt is itt a korlát, az épületnek az oldalában is mindenhol ilyen kiülős teraszok vannak, több ajtó mindegyik helységnek van egy saját kijárata, tök jó. Tehát ugye a bácsi elmondta, hogy ez egy fék, vagyis egy régi villának kinéző valami, de ez valójában az 50-es években épült, teljesen megfelelően annak a mintájára, ahogyan itt kinéznek ezek a tényleg régi, több száz éves kúriák, de ez nem igazán régi, ami egy előny is lehet, mert ránézésre minden teljesen autentikus, viszont valószínűleg a szigetelés és a belső elrendezés szempontjából sokkal könnyebb volt befejezni belül is, mert ezek a régi házak mindig tele vannak meglepetéssel. Ez itt egy ilyen kis fedett bejáró. Aztán megyünk tovább. Itt van egy étkező rész. Sojourn. Kandallós nappali rész. Kandalló mindig mindenhol kell, hogy legyen, anélkül nincsenek itt házak. Régen ugye ezzel is fűtöttek itt. Itt egyébként fagerendák vannak fönn, csak mondom, úgyhogy kis csír. Oké. Díványok. Mindegyiknek ugye az ajtaját kinyitja, hogy visto. Gyönyörű panorámat helyén nézve. Tutti sono in fila. Oké, mindegyik helységnek ugye van az ajta, amit az előbb láttunk kintről. Tehát mindegyik helységből külön előbb ki lehet menni a teraszra. Ez egy konyha. Hát ez az építéskor készült valószínűleg 50-es, 60-as évekbeli változat. Itt van még egy gyönyörű ajtó kiszedve. Másik ajtó, ami kivezet. Kis fürdőszoba. Jó, kinézek. Ah, ekkor. Na, már is jobb, hogy van egy kis fény, köszi. Szőnyegek. Igen, az ablak az olyan, mintha egy festmény lenne. Ugye, ugye? A Chianti részen vagyunk egyébként, úgyhogy legalábbis én. Ez az a fedett valami. Ah, szikolik a vissza sotto. Thank you.
egyik szakasz, hát ez egy fürdőszoba. És itt nagyon sötét van. Ó, pedig milyen jó az a szoba. Ormája, Japerto. Kiletes a hálószoba ablakból. Igen. Szokásos kovácsolt vas ágy. Ó, kolermádió. Figyeljétek, milyen tök szuper ez a szekrény. Qua c'è la corve, che ora loro hanno adibito al deposito, però volendo ci potrebbe... Tor, ugye ezeknek a házat van egy ilyen tornya ott fönn, ma c'è un divano, amit ugye c'è nem használnak, de föl lehet menni, és ez egy helység, ahol mondja, hogy teraszként is lehetne használni, meg szobaként is. Ezek a izék, hoppá, na. Ki tudja, hogy melyik micsoda, nem, ez egyik sem, ez volt. Na ezt nézd meg. Igen, ez látom. A főhálószoba, mellette egy gardróbszoba. Ágytábla hiányzik, de látjuk. Jó kis csillár. Balesterót, ez is egy ilyen festett, beépített szekrény a 60-as évekből. Kis freskós fürdőszoba. Itt bányó padrinále. Gyönyörű, rózsaszínű fürdőszoba. 60-as években milyen őrület lehetett ez, mi? Igen, amikor megcsinálta. És ugye a gardró. Pali? Wow! Annyira meg, hogy le vannak takarva a bútorok, mint a régi filmekben. Én már elveszítettem a fonalat, de ez a nappali, ez jó kiinduló hely lesz. Újabb kandalló, látjátok? Ami szobaként is lehet persze használni, de én ezt a nagy szepényt ezt nem hiszem, hogy elvinném innen, nem? Mit szóltok hozzá? Mondjuk szétvágni se lehetne könnyű, de megtartanám. Na, akkor ez az, amit találtok egy ilyen régi házban, tehát a nagymama bútorai, egy ajtó ide neki támasztva szekrénynek egyébként. Ágytámla, félsülködő asztal, kis tükörrel. Na és ez. Én már nem tudom, hogy hol vagyok, de megyek tovább, aztán majd előbb-utóbb összetalálkozom. Na például ezek a virágos csempék, ezek nem rosszak. Tehát ez attól függetlenül, hogy durva, én nekem azért tetszik. Na, igaz? Nem is rossz ez. Van egy minikád is, aminek a hát egy pár óra alatt lehet, hogy ki lehetne takarítani. Szóval ez a fürdőszoba, ez úgy tök jó. A szolgáknak a... Az ott ennek a dívány változat, a kis szék, és egy kis tuti aranybrokát. Vasaltak a háztartásbeli alkalmazottak. Cselédzónában vagyok, igen, itt a óriási beépített szekrényben. És fú, a kofferek! Azt a de jó! Na? Sí. Ez a bejárat, a terasz. Ah, amit lentről láttunk. Hát igen. Nem tudom, hogy ezt tetszik jobban, vagy az üveges változat. A másik oldal, mondjuk az a téli, ez meg a nyári, gondolom.
Quanti metri quadri sarebbe totale? 1000, 1000 négyzetméter. Nem tudom, mekkora lehet ez a terasz? Nem figyelnek rám. Üzletemberek. Pedig nincs is olyan igazán jó idő, már hogy ilyen fúj a szél, meg sötét felhők vannak. Alattunk van az udvar megint másik része. És ha látjátok, akkor itt van a másik kapu. És a bácsi mondta, hogy ott lent, ahol az a gaz van, az lenne ideális medencének. Úgyhogy ne zavarja itt a lakosokat, de azért lehet, hogy ide tenném a medencét valahova. Ugye még egyszer, ugye ez volt az a része, ahonnan a különböző szobáknak az ajtai nyíltak a teraszra. Konyha volt a végén, és fönn voltak a szobák. És ott van az az üveges. Mindenhol van lépcső, úgyhogy több helyre le lehet menni, nem csak. Azt már meg sem merem kérdezni, hogy mennyire adják ezt a kis... Ennek a régi ára 3 millió euró volt. Még a Covid előtti ára 3 millió euró, mondja Mikael. Most én egyesem kevesen. Most úgy felér, mert lehet, hogy odaadják. Azért felér, nem. De ehhez van terület? Hát, terület pár hektár. Mindig az az érdeke. Egy pár olajfának elég. Figyelj, egy 100 olajfát azért bevállal mindegy. Hát én például rendszeresen. Volt van az olaj, fel annyiba kerül, de az nem ugyanolyan, mint amit te csinálsz. Aminek te szeded le az olaj bogyóját. Látod itt a beépített szekrényt? Ja, ott vagyunk, ahol bejöttünk. Megnézzük a terasz alatti részt. Boroszóna, ja, pince? Ezeket csak le kell aggatni, ki kell mosni, és visszatenni, és kész is. Semmi. És milyen jó kis paletták vannak. Menjek? Igen, világítunk. Oké. Okay. Itt már érezni a borillatot. Ezt nézd meg. Hú, tényleg érezni. Nobil kezem a telli. Vinszánto. Menjetek csak. Ha megszakadok, akkor utána visszajelentkezel. Ezt nézd meg, balra, kérlek szépen. Húha, a borokat. Itt nekem kell csinálnom egy... Itt még van 2-3 lépcsőfok. Igen, még aztán 5 is van. Hol itt a fájom faltam, mert na. Ilyen boros, oké, boros üvegek, látjátok. Ezer éves boros üvegek vannak, ezt nézd meg. Hát az ezer éves, remélem, hogy nem, de ja. Hát, és itt a polcon is vannak, nem tudom, hogy látod-e. Itt vannak bent a háznak a... Ezek a nagy hortók. Jó, és borszag. Látszik. Ne ráncigáld a fotó, vagy ezért a fényt, mert így nem tudlak. Oda fényezze, hova akarod, hova. Hogy vegyem. Boros hordók. Ott a családi címerrel, tehát a számok. Ja. Ma questo hanno venduto anche noi. Sì. Tavolo di 10 metri. Az asztal az jó hosszú, az egy 25 személyes. És ott a másik pince. Ez még nagyobb. Hát látok valamit, igen. Oké, látom a hordókat, és ott lenn van még egy pince, és ott még folytatódnak a hordók. Igen. Tehát az 1000 négyzetméter az összejön, igen. Igen, a pince minden, de a maga a házrész is elég szerintem nagy. Szerintem az van 654. Nekem ez az üveges valami tetszett a legjobban, ez a téli kert, vagy nyári kert, hogy... Tehát,
Szerintem kikapcsolódom, mert most már minden szegletét megnéztük szinte a háznak. A kápolnát el tudjátok képzelni, hogy lefényképezzük. És hát akit érdekel, az olaszingatlan.hu oldalon. Nem hiszem, hogy tömegek fognak nyomakodni a ház megvételéért, de azért ez is egy ábrándozós, álmodozós nap volt, amikor megnéztük, hogy milyenek lehetnek belül ezek a házak, mint ahogy sokan kérdeztétek tőlem, hogy jó, mert kívülről jó, na de belül. Most láttátok, hogy milyenek belül. Általában ez a jobbik változat, amikor ilyen antik és antik típusú bútorok vannak. A rosszabbik az, amikor mondjuk meghalt a nagymama benne 20 éve, és az ő bútorait találjátok, ami azt jelenti, hogy ilyen 50-es, 60-as évekbeni nem biztos, hogy stílusos, semmilyen korhoz nem köthető bútorok, úgyhogy az a rosszabbik eset. Itt ráadásul a burkolatok eredetiek, meg vannak a falfreskók, a gipsz dekorációk és a kandallók is megvannak, és szerintem minden működik, úgyhogy olyan nagy dolgokat nem kell rajta megváltoztatni. Ez tipikusan az, ahol az ember beköltözik, nagyjából helyre hozza a szobákat, és akkor itt minden nap egy kicsit valamit csinál. El is búcsúzom tőletek, sziasztok! Legközelebb nem tudom, mikor fogunk találkozni, de jövő héten újra kirándulok. Ciao!